Mi Hazánk képviselői csoportjának vezérszónoka, Novák Előd képviselő. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, ez a 69 oldalas salátatörvény biztosan nem orvosolja az egészségügy vagy a rendvédelem területén dolgozó magyar emberek problémáit. A belügyi ágazatokat érintő törvények előttünk fekvő módosításából az is látszik, hogy a kormány megint inkább a gyógyszergyárak érdekeit tartja szem előtt, és nem pedig a magyar emberek egészségét. Ezeket az állításaimat egyébként bárki ellenőrizheti, aki megnézi például ennek a törvényjavaslatnak a 49. paragrafusát, és az ahhoz fűzött miniszteri indokolást, és hát akkor már is hevesen ellenezzük ezt a javaslatot, hiszen látható, hogy a magyar emberek egészsége és biztonsága fontosabb kellene legyen számunkra. A törvényjavaslat szerint viszont a gyógyszerellátás biztonságának kell érvényesülnie inkább akkor is, ha a gyógyszer nem biztonságos. Hát mintha elfelejtenék, hogy a gyógyszerek szolgálják az egészségünket, és nem pedig fordítva. Tehát mire szolgál ez a rendelkezés? Államtitkár úr, legyen szíves, válaszoljon még itt a vita keretében, ne sommásan a zárszavában halljunk megint valami mellébeszélést, amikor már nem tudunk reagálni. Tehát, hogyha ez itt most egy vita, egy általános vita, akkor valóban legyen vita, ne csak pohárköszöntőket halljunk, hanem a kritikákra adott érdemi válaszokat is legyen szíves. Tehát szeretnénk azt tudni, hogy mire szolgál ez a rendelkezés. Tehát jön egy sokadik Covid hullám, vagy netán egy új vírus, és a Pfizer már el is készítette a legújabb csodaszert, aminek a megrendeléséhez szükséges SMS-t Ursula von der Pfizer már esetleg meg is írta, és önök esetleg jóvá is hagyták azt? Tehát szeretnénk ebbe tisztán látni. Tehát a 49. paragrafusnál maradva, akárhogy is értelmezem, az a végeredmény, hogy a gyógyszerellátás biztonságára hivatkozva felülírnák az egészségünk biztonságát. Hát erről szól a miniszteri indokolás is, beismeri lényegében, ha odafigyelnek. Tehát kimondja az is, hogy a jelenlegi magyar szabályozás szerint már gyanú esetén is fel kell függesztenie a hatóságnak a gyógyszer érintett gyártási tételeinek forgalmazását, vagy el kell rendelni a forgalomból történő kivonását, illetve visszahívását. Ez a hatályos állapot. És mi lenne? A gyógyszerellátás zavartalanságának biztosítására hivatkozva a jövőben előírásra kerülne, hogy a hatósága gyógyszer előny kockázat arányának, valamint a további biztonságos és hatásos alkalmazhatóság értékelését követően dönt majd a gyógyszer érintett gyártási tételre vonatkozó forgalmazás felfüggesztésének szükségességéről, vagy annak forgalomból történő kivonásának, illetve visszahívásának elrendeléséről. Tehát itt már előny kockázatot méricskélnek pont azok, akik leginkább a gyógyszer lobbit szolgálják. Láthattuk ezt már a Covid diktatúra idején is. Tehát mi ez az egész? Jön egy újabb kísérleti vakcina a Pfizer-től? Tovább lépve ezen, bár nem könnyű, a 38. paragrafusra is ráirányítanám a figyelmet, miszerint tárolás céljából is lehet szervet, szövetet és sejtet külföldre szállítani. És hát azért ez sehogy sem hangzik jól, ezeket miért nem itthon tároljuk? Köszönöm, ha erre is kapnék valami érdemi választ. És tisztelt államtitkár úr, ami pedig a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyát illeti, azt is meglehetősen álságosnak tartjuk, hogy a HST szabályait pontosítgatják csak, ahelyett, hogy végre az égető problémákkal foglalkoznának. Tehát először az alapokat kellene rendbe rakni, ami a HST esetében inkább az ágazatban dolgozó munkavállalók fizetése és a munkaerő hiány, ez kellene legyen a nulladik lépés, hiszen a rendvédelmi illetmény alap gyakorlatilag 18 éve változatlan, és épp két hete szavazták le az egyik indítványomat, ami a rendvédelmi dolgozók megbecsülését, anyagi helyzetének javítását is szolgálta volna. Ezt lesöpörték az Országgyűlés Rendészeti Bizottságában, pedig nézzünk szembe azzal, hogy a rendőrségnél közel 20%-os létszámhiány van. Tehát amire a helyi rendőrkapitányok sohasem mernek válaszolni, mert ez nekik parancsba van adva, önkormányzati üléseken is, amikor a létszámhiányt forszírozzuk, akkor mindig azt mondják, hogy a szükséges létszám rendelkezésre, hogy ellássák a feladataikat. De hát a mundér becsületének védése helyett valójában inkább a közbiztonságot kellene megteremteni.
A rendőröknek nem a határon kellene szolgálni, hanem a rendőri állományt a magyar vidék, sőt, hát most már mondjuk is sajnos a főváros biztonságának megteremtése érdekében is, a közbiztonság megteremtése érdekében is kellene bevetni. És ehhez első lépés kellene legyen a rendvédelmi illetmény alap megemelése, vagy más juttatások. Erre számos példát fogalmaztam meg a legutóbbi javaslatomban is. Tehát, hogyha tényleg rendet akarnának tenni, akkor szembe kell nézni azzal, hogy ez a 20%-os létszámhiány, ez sérti annak érdekét, hogy ez megtörténhessen. Én ezért kérem az érdemi válaszokat, és alapvetően egy ilyen előterjesztés ezért nem tud elfogadni a Mi Hazánk mozgalom. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt ház képviselő társaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem képviselőtársamat, kíván-e valaki felszólalni még a vitában? Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Most megkérdezem Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár urat, mint előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Kíván, parancsoljon, öné a szó. Nyilván a Mi Hazánktól nem csak ebben a felszólásban, minden más felszólásban is, azért itt a Covid diktatúra és hasonló szavak kísérletében az elég nagy szkepticizmust érzünk a bármifajta ilyen gyógyszerekkel kapcsolatos gyógymódokkal kapcsolatban. Pfizer kapcsán csak annyit mondanék önnek, tisztelt képviselő, mi perben állunk jelenleg a Pfizerrel, hiszen olyan gyógyszereket akarnak kifizettetni, amelyeket Magyarországon, olyan oltásokat, amelyeket nem használtak fel Magyarországon. Még azt sem kizárt, ők maguk sem gyártották le, de mégis ki akarják ezt fizettetni, ezt mi nem fogadjuk el, perben állunk velük.